azt a feladatot kaptam, hogy 20 percben a világról beszéljek. Mert a magyar gazdaság az annyira be van ékelve, hogy egyáltalán nagyon nehéz bármit mondani rólunk. Ugye két szöveg van most a levegőben, egyik az, hogy sosem ment még ilyen jól. És nagyon jó adatokat lehet felhozni, hogy a nemzeti jövedelem, GDP, az majdnem 5%-a nőtt tavaly, hogy a külső adósság csökken, hogy az infláció... Itt már egy másik szöveg. A másik szöveg az, hogy viharfelhők vannak, és azt szoktuk egymástól kérdezgetni, vagy engem legalábbis megállítanak, hogy mikor jön a következő válság. Na most a két szöveg elfér egymás mellett. Tehát először is igen, az ember a magán életében is jár úgy, hogy egy kapcsolat nagyon jó. Na hát ilyenkor szokott általában ott felgyűlni, ott hátul valami olyasmi, ami válsághoz vezet. Szóval nézzük meg azért, hogy milyen szelek fújnak, és milyen a nemzetközi környezet. Például a Brexitet is beleértve, erről itt külön, nem tudom, hogy szólok-e, de legutóbb volt alkalmunk részben átfedő körben erről beszélgetni. Nagyon érdekes ügy valóban, csak ha már szóba jött, egy látszólag egy világos kérdést tesznek fel, amire igen nem válasz lehet adni, benne akar-e maradni az Európai Unióban, vagy pedig nem akar bennmaradni. Ez azonban teljesen félrevezető, az első válasz az világos, ha benne akar maradni, ha benne akar maradni. De az, hogy ki akar lépni, ez rossz kérdés, mert nem lehet kilépni szerződéses kötelezettségből, lehet kezdeményezni. Hát ha valaki mondjuk el akar válni, az nem úgy van, hogy van olyan kultúra, ahol azt mondja, hogy háromszor kimondja, hogy nem kell lesz, és akkor el van válva. De ugye a mi kultúránkban ez nem így van. Ha 5 évig tartott a belépés, kb. 5 évig tart a kilépés egy házasságból. El kell helyezni a gyereket, a vagyonról kell intézkedni. Na mindesetre ez mutatja, hogy látsz, és ez a demokrácia ős hazája. Mit akarunk mi? No, szóval akkor kvíz. Én is készültem egy kvízzel. Kérem szépen, nagyon egyszerű, és itt gyorsan át lehet futni. Kürkel-mérleg. Milyen? Magyar Kürkel-mérleg, ugye 2017-ről vannak lezárt adataink, 18-ról is tudjuk nagyobb részt. Ki gondolja azt, hogy szuficites, tehát Kürkel-mérleg többet, ki gondolja, hogy deficites, és az óvatosabbak, akik csak rozét isznak, azt mondja, hogy egyensúlyban van, ez nyilván, ugye ez nem fog előfordulni, mert kizárt, hogy egy ekkora volumenű egyensúly legyen, de azért azt is odarakta. Ki gondolja azt, hogy szuficites? Igen, ki gondolja, hogy deficites? Ez a nagy többség. Ugye ez a klasszikus magyar pessimizmus. Mert így nőttek fel, hogy állandóan külkermérleg hiány, árulap hiány és a cserarányok romlanak. Ezt a kettőt hallottam 1970-ben, hogy azért nem kapunk jobb fizetést. Jó, van 4 ország, hol a legnagyobb az autóipar aránya? Ilyen Németország, ahol a német autókat gyártják, vagy Csehország, vagy Magyarország, Szlovák, berendeztem őket ABC-ba, jól gondolom. Ki az első helyen? Ez már nem Németország, ugye? Nem? Szlovákia? Magyarország. Jó. Szóval lesz mindjárt jön a válasz. Jó. De jó helyen keresgél, igen. Magyarország nem tagja az euróvezetnek, ezt tudjuk. Vannak Maastricht ismérvek. Hogy állunk ezekkel? Ugye teljesítenénk, csak éppen a kormány nem akarja. Ez az egyik opció. Egyik eset teljesítjük, tehát bármit mond a kormány, ugye ez messze van. Néhányat teljesítünk, néhányat nem. Ki van az első mellett, hogy mi teljesítenénk, csak egy nagy fityiszt a eurozónának. Egy, jó. Egyik eset teljesítjük, úgyhogy jogosan fityiszt, nem? És néhányat teljesítünk, nagy többség. Ez így van, ez a valóban. És akkor egy utolsó, hogy vannak nagy baráti országok, és a magyar kivitel szempontjából ezek nyilván nem lényegtelenek. Hova megy több magyar kivitel? Oroszországba vagy Romániába? Tehát melyik a nagyobb piacunk nekünk? Az orosz piac vagy a román piac? Orosz piac? Igen, 8 kéz. Román piac? 8 kéz. Igen, aki ott él, az igen. Jó, no. Igen, azt tudja. Szóval gyorsan akkor átfutok, hogy hol tart akkor a magyar gazdaság. Hát először is lehet látni, hogy export többletünk van. Mégpedig 2 évvel ezelőtt brutális méretű volt. Ugye a németeket izélgették, hogy a német GDP-nek a 6-7%-ára rúgott a német kiviteli többlet. És százalékos arány nincsen, de miután a magyar GDP a mi kedvünkre körülbelül 30 ezer milliárd, tehát ugye ez ugye ki lehet számítani, hát az akkori árakon,
Tehát ez egy több százalékos, 4-5-6 százalékos kiviteli többlet. Érdekes viszont, ugye csökken a mértéke, de még mindig megvan kiviteli többletünk, és érdekes, hogy az áru egyenleg az most már negatív, de a szolgáltatási egyenleg, nem tudom, látszik-e rendesen, hogy ez a világos kék, az nagy és növekvő, és ezért azt mutatja, hogy a magyar gazdaság, és ez modernizációs trend, a szolgáltatások felé tolódott el. Tehát nagyon sok szolgáltatásunk van. Turizmus például beleértve, hát itt ugye a részeg brit huligánok, meg egyéb turisták révén nagy a bevételi. De van a self-service centerek, ezek mind óriási iparágak. A self-service centerekben körülbelül annyian dolgoznak, mint az autóiparban. És körülbelül akkor a hozzájárulás a magyar GDP-hez. Tehát az nyert, aki azt gondolta, hogy van export többletünk, és ez egy nagyon komoly dolog. Ez az export többlet az alapvetően éppen az Európai Unió országaival állsz fel szembe, például Romániával szembe, hogy óriási az export többletünk, Románia a második legnagyobb külkereskedelmi partnerünk. Oroszország nincs az első 10-ben. És akkor itt van a megoldás, tehát, hogy valóban hoztam adatokat. Ezek csak az érdekesek, mert ilyen kérdéseket, nagyon most kvizeket, a államtitkár úr is nagyon kiváló eladásában kvizzel kezdtem, mi vetékedőn gondolkozunk, tehát az ember azt nézi, ha lát egy cikket, egy statisztikai adatot, hogy na, mit lehetne ebből megkérdezni egy olyan fiatal embernek, akinek az antennái már ki vannak dugva, tehát ezeket a jeleket veszi, legfeljebb nem tudatosítja benne, na majd a felkészülés során tudatosulni fog. Érdekes ez, azért is érdekes, mert azt is lehet látni, hogy az importpartnereknél már benn van Oroszország, meg Kína, persze, hát ezektől importálunk, eladni nem nagyon tudunk Kínának, és ugyanakkor a kivitelünk óriási mértékben közép-európai, tehát nem csak nyugat-európai, hanem közép-európai. Németország, Románia, Észak-Olaszország, Ausztria, azért mondom, Észak-Olaszország, mert technikai oda tartozik, azon, ezekben az értékláncokban van benne Magyarország, nagyon erősen. Mégpedig úgy, hogy valóban az autóiparban roppant mód nagy a kitettségünk. A német gazdaság is függ az autóipartól, de ehhez képest a szlovák, magyar és a cseh még jobban függ. Tehát aki arra tippelt, hogy mondjuk Szlovákia vezet, akkor ezekben az adatokban, ezek persze évente változhatnak, és nem csak a közvetlen autógyártás van benne, de az autóiparral kapcsolatos egyéb tevékenység. Most ebből ezt el lehet adni sikernek, hogy egy dinamikus iparágra sikerült ráfűződnie a térségnek, és rögtön tudjuk, hogy ez viszont a legnagyobb kockázatok egyike. Jó, nézzük, hogy mi várhat ránk, ezzel fogom zárni, nem elrontani a kedvünket, hanem felkészülni arra, ami jönni fog, hogy az egyik kitettség, ez az autóipari kitettség, a másik nagy ágazat az elektronika, és a harmadik az élelmiszeripar, az kb. 10% a magyar külkereskedelmnek, ott nem rosszak a dolgok, nem állunk rosszul, sok magyar terméket helyez el a magyar külkereskedelem Európában, és persze sokat importálunk, de exporttöbletünk van agrártermékekben, ipari cikkekben és szolgáltatásokban. Szemben azzal, amit ugye hát a pessimista magyar néplélek már beszívott, hogy hát nekünk ugye nem szokott, óriási exporttöbletünk van még mindig. Nos, ezért vagyunk kitéve veszélynek, és most én ide idéztem egy Twitter, én nekem is van egy Twitter oldalam, 96 követőm van, és ez nekem bőven elég. Ennek a férfinak kicsivel több, és többet is ír, és érdekesebbeket, mint én kétségtelen. Amikor azt írja, hogy a kereskedelmi háború az egy baromi jó dolog, könnyű megnyerni. Ugye én azt gondolom, történelmi ismeretek tudatában, hát én ugye idősebb vagyok, mint ez a fiatalember, aki ezt a pályáját, a politikai pályáját 2 évvel ezelőtt kezdte, addig a magánszektorban dolgozott, nem foglalkozott közpolitikával. Szóval ő azt mondja, hogy könnyű elindítani háborút, én azt gondolom, elindítani könnyen, mint lezárni, és meg lehet-e nyerni? Nagyon nehéz megnyerni. A háború és a kereskedelmi háborúnak az a logikája, hogy én kivetek vámot te rád, akkor az, akit eltalál a támadás, az is vissza fog lőni, és bizony-bizony megeshet, hogy ennek a következményeképpen egy olyan kereskedelmi háború indul el, ami különösen a külkereskedelemnek nagyon kitett országokat sújtja, ha csak nem tartoznak egy jó működő blokkhoz. Tehát az Európai Unió ilyen értelemben óriási biztonságot ad, 500 millió fogyasztó, és hát kifele vámközösség, tehát ha valaki tagja ennek a blokknak, de csak ha tagja ennek a blokknak,
akkor gondolhatja, hogy egy kereskedelmi háború nem fogja őt rondán érinteni. És bizony, ugye azt látjuk, hogy egyik lépés jön a másik után, most fölmerült, és visszatérek az autóiparra, hogy esetleg az európai autókat is vám alá helyezik amerikaiak, és ezt abban a pillanatban befolyásolja majd, hogy Győrben hány sichtát kell indítani, hogy Kecskeméten hány autót fognak gyártani azonnal. Tehát ezért a kitettségünk óriási, és nem a mi kezünkben van a jövő egy része. Úgyhogy ezért az ember nézi a híreket, és figyelni kell a külkereskedelmi dolgokat, külpolitikát. A magyar gazdaságra akkor visszatérve, akkor hogyan állunk? Nagyon jól megyünk, nem megyünk olyan jól. Hát ha az utolsó két évet nézzük, akkor ragyogóan, szintén jól, nagyon régen ment. Hát ment valamikor a 2002-es-3-as években, igaz, akkor tudjuk, hogy nagy eladósodás kapcsolódott hozzá. Ugye utalás történt arra, hogy fölvettek hiteleket, devizában, aztán utána. De a lakosság is fölvette, a bankok is fölvettek, a magyar állam is fölvette, önkormányzatok is fölvettek. Tehát van példa ilyen növekedésre, az utolsó két-három év ragyogó. Az utolsó 8 év is elég jó. Hát abban már vannak ilyen beszögellések, és azt is tudjuk egyébként, hogy mikor 2006-ban leállt némileg az uniós pénzek beáramlása technikai okokból, abban a pillanatban a magyar GDP már nem 4-jel, hanem 2%-kal növekedett. Abban a pillanatban. Tehát nagyon ki van téve egy másik. Most említettem az autóipart, említettem a uniós pénzeket. Ha 10 évet nézek, ugye abban benne van már egy kis hazai készítésű kis visszaesésecske, az kellemetlen. Ha megnézem ugye 12 évet, abban már van három ilyen visszaesés, az egyik az nagyon mély, ez amikor a világgazdaságban és a világ pénzügyeiben krízis állt be. Rövid krízis, tehát a hirtelen vissza is ugrott a magyar GDP, mint a visszaugrott a német GDP is, de ha hosszabb időtávot veszek, akkor bizony ez a magyar növekedési képesség, ez egy olyan 1,5%. Ha 30 évet veszek, és az elég hosszú időtáv, akkor ez a legalacsonyabb a visegrádi négyek között. Úgyhogy ez azért óvra inti az embert attól, hogy az utolsó két-három évnek a dinamikáját bátran kivetítse előre. Tudomásul kell venni azt, amit tudunk, hogy a munkaerőállomány, a tőkeállomány, az intézményi háttér, az ország mérete és sok minden egyéb miatt annyi a képessége, amennyi. Ezen természetesen ez nem fátum, mert lehet javítani, de hát a demográfia az egyetlen dolog. A 10 éve meg nem született gyerek nem tud 10 év múlva az egyetemre belépni. Nem tud adót fizetni, és nem tud nyugdíjával, befizetésével hozzájárulni azoknak, akik ezt nyugdíjba szeretnének venni. No, tehát ezért azt gondolom, hogy itt világosan kell látni a lehetőségeket. És akkor lássuk azt, hogy mi mozgatja ezt a GDP-t, hát például a uniós támogatások felhasználása. Itt a Nemzeti Bank legutóbbi jelentéséből emeltem át, ugye mindenkinek nagyon ajánlom, a Nemzeti Banknak nagyon szép kis füzetei vannak, inflációs jelentés 60-70 oldal, tele van adatokkal, a vizsgafeladatok egy részét is onnan szoktuk átemelni, hát egy friss és ellenőrzött adatsor, mindenki nézegesse. És ez ugye benne van az, hogy vannak olyan évek, 14-15, amikor a magyar nemzeti össztermék 8%-ára rúg a bejövő pénz. Ugye óriási pénzmennyiség. Persze azonnal az lecsapódik a devizatartalékban, az nem kell hitelt kibocsájtani, nem kell ugye kibocsájtani állampapírokat. Tehát óriási hátszelet ad ez a magyar gazdaságnak. Aztán valamikor ez lemegy technikai okok miatt, aztán te visszamegy, mint 2006-ban, és akkor hoppá, ugye a magyar GDP lassabban növekszik. Az előrejelzéseket ide rakta a Nemzeti Bank, ezek ugye becslések, 2018-19 megint elég jó év, 5% a nemzeti jövedelemnek, nem rossz, 5% bejön. És ezzel növekszünk is, ugye 4,9%-kal. És itt már van egy kis bizonytalanság az emberben, hogy is van ez, bedől 5%-nyi pénz, és akkor növekszünk 4,4%. De akkor hogy is hasznosulnak ezek, miként hasznosulnak el ezek? A keresleti oldalt azonnal megtolják. Mi van a kínálati oldallal? Miben mennek ezek a pénzek? Milyen kapacitás jön ki ezekből a következő 2-3-5-10 évben? Az utódok hogy fognak visszaemlékezni
az elődök munkájára. Úgy, mint a vas és acél országa megteremtőire, vagy mint egy új felvirágoztatás. Na, mindesetre itt hagyom ezeket a kérdéseket, és megyek tovább. Ugye az bemutatandó, hogy ez a bejövő pénz, ez a 40 milliárd euró, ez bizony a Marshall segélyt meghaladó arányú pénzbeáramlás. És a Marshall segély annak idején Nyugat-Európát katapultálta háború utáni vert helyzetből az akkori, hát ugye Wirtschaftswunder, az olasz gazdasági csoda, a francia gazdasági csoda, az osztrákoknak a ragyogó időszaka. Szóval tanulságos, mint hogy tanulságos az, hogy ezek a pénzek volatilisen jönnek be, és ezek nagyon sokat megmagyaráznak a magyar gazdaságpolitika mozgásaiból. És akkor, hogy lezárjuk a dolgot, nézzük a jövőt, mi a jövőnk? Hát nyilván az innováció, és ez a jó hír az, hogy én ezt a Bloombergnek az indexét vettem át, 60 országot rangsorol a világ 180 országából, Magyarország is benne van, 32. tehát nem rossz helyen van, de a térkép azt mutatja, hogy Magyarország fizikailag sincsen rossz helyen, hiszen a világ leginnovatívabb nemzetei mellett van. Például Németország a második. Most Dél-Koreát hozták ki elsőnek, ne kérdezzék, hogy pontosan ugye, hogy teremtődnek ezek a mutatók, de nem rossz a magyar környezet. Ausztria 12. Finnország, amelyik ugye rokonunk, hát legalábbis tavalyig az volt, akkori adatok ezek, az a harmadik, és Lengyelország se rossz, magyar, tehát lehet látni, hogy innovatív környezetben vagyunk, és ez azért fontos, mert hogyha kevesebb gyermek van, kevesebb erőforrása van egy gazdaságnak, akkor az legyen innovatívabb, képzettebb, tudatosabb és jobb. Na most essünk ezen túl, ez az új korosztály, és ez az új korosztály a PISA teszten mérve, hát azt lehet látni, hogy a magyar mutatók elmaradnak nem az osztráktól, hanem a visegrádi másik háromtól. És nagyon. És amikor ilyen adatok jöttek ki Németországban 10 évvel ezelőtt, egy nagy nemzeti vita támadt, hogy ez tűrhetetlen, ugye? És valamit csinál. Nem tudom, hogy önök érzik ezt a nagy nemzeti vitát. Abból a tényből, hogy mondjuk a magyar fiatalok szövegértése az bizony elmarad. Miközben a csúcshallgatóink diákolimpiákat nyernek matematikából, addig a magyar átlagos átlag, és ez a fontos szó. Ebben benne vannak a kiváló iskolák, Földes Ferenc gimnázium, Miskolcon, a Lovasi Gimnázium, a Győriek, a 12. kerület, a 2. kerület, és hát akkor ennek megfelelően vannak olyan ország részek, ahol ez a fiatal korosztály nem tudja követni azt, amiről mi beszélünk. No, ezen túlesve, meg még ezen is, hogy ugyanakkor más listákon is látszik a nagy probléma, látszik az elmaradás, a korrupció az nem etikai kérdés, csak, bár hát mi az, hogy csak, hát az etika, hanem anyagi kérdés is, amikor, és ez se fátum, Lengyelország sokkal korruptabbnak számított a mérhető, ezek ugye mérhető mutatók, nem becslések, csak hát hozzávetőleges mérések a dolog természetű adódóan, de Lengyelország följebb van, mint Szlovénia, és Magyarország nem tudott följebb keveredni, sőt inkább lejjebb csúszott, tehát ezek mutatják, hogy a társadalmi keret, amiben egy ország gazdasága zajlik, az milyen sok tényezőtől függ, és milyen sok javítani valunk van. És akkor most érek vissza az utolsó ponthoz, hogy akkor milyen az a világ, amiben mi élünk, és miért van az, hogy egyszerre mondjuk örömmel, hogy az infláció lement, bár most újabban ugye magához tért, hogy a deficit nem nyomaszt annyira, hogy a külkereskedelmi mérlegünk csodálatosan alakul, hogy egy halom mutatóban, makro mutatóban a magyar gazdaság mennyit tudott fejlődni a válság óta. Igen, és közben ki van téve másoknak. Ugye megint csak egy Bloomberg elemzés, amit átvettem, hogy ha együttesen jönnek a dolgok, a Brexit, ami azért nem tudjuk, hogy fog alakulni, és nagyon furcsa dolgok lehetnek. Kína-Japán kereskedelmi háború, aminek aztán lesznek hullámzása, és persze alapvetően Kínát érinti, de másokat is érint. Valamint az autóipar. Ha autótarifákat
vámokat vetnek ki az érintő. Akkor ennek értelmében a legkitettebb országok közé számít például Németország, Anglia, Egyesült Királyság, Kína, és nem az Egyesült Államok, mert a nagy belső piaci országok szenvednek a legkevésbé a kereskedelmi háborúktól, ezért bizonyos értelemben érthető, hogy ott másképp néznek rá arra, hogy megnehezítik az importot. A legkitettebb országok vannak veszélyben, és ezen a listán Magyarország is, Románia is, és Lengyelország is rajta van, és hát azok az országok, amelyek valami oknál fogva mind a három ügynek ki vannak téve. Nos, kérem szépen, én ezzel zárom, és visszatér az alapkérdésre, hogy miért beszélnek krízisről, válságról. Nincs benne a makroadatokban semmilyen krízis. Ütemlassulás, igen. Hát ami 4%-kal nőtt, 4,9%, az nem tud nőni 4,9%-kal, mert nem tud nőni. Egy Trabant másképpen megy lefele az Érdi lejtőn, meg fölfele. A motorja annyi amennyi, az utak meg változnak. Ez rendben, ez nem krízis. De sérülékenység, és a sérülékenységből lehet gond. Európa az én prezentációmban sikeres ország, nem véletlen, hogy ide irányul a vándorlási törekvés, gazda, kiszámítható, békés kontinens. Ezen belül Kelet-Közép-Európa is sikeres. Én most csak a magyar sikereket idéztem, az export sikereket, de hát ugyanez igaz az összes többi országra. A magyar növekedés gyors, de ugyanúgy gyors a lengyel, a szlovák, újabban a román. A cseh az hullámzó volt, de ugye ők annyival előttünk vannak, hogy nem nagyon csökkent a távolság. És persze a kockázati tényezők között a legnagyobbat, én nem említettem, de ezt mindenki tudja, ez a munkaerő hiány, elvándorlás és ilyesmi. És most nem tértem ki rá, de ugye szerkezeti ok ez az autóipartól való függés, a nyitottság az előny jó időben, hátrány rossz időben, a nemzeti valuta megtartása pedig nyilvánvaló többletköltség és spekulációs kockázat, hiszen azzal lehet spekulálni, ami van. Ezek egzóták, ezek kispénzek, tehát ezeknek a volatilitása mindig sokkal nagyobb, mint egy nagy pénznek a mozgása. Közben van egy technológiai forradalom, amit nem látunk, amiről még lesz szó, mert mindenki keresgéli azt, hogy tud ebbe elhelyezkedni, és visszatérek az, amivel kezdtem, a külvilág az eddig segített, hátszelet adott a magyar gazdaságnak, kelet-közép-európai gazdaságnak, alacsony kamatszint, alacsony olajár, gyorsan bővülő piacok, szabad hozzáférés a piacokhoz, ezek most mindegyik ponton inkább a kockázatok lefele mutatnak abban az értelemben a csökkenő növekedést. Európa, ha összezár, akkor természetesen megvédheti a tagjait, ehhez az kell, hogy az alkotó nemzetek tudjanak ahhoz illeszkedni. Ez egy nagyon nehéz ha akarnak és tudnak illeszkedni. Most, amikor igazából inkább a nemzeti szuverenitás, nemzeti függetlenség, a Brexit is mutatja, hogy ugye inkább, ha megkérdezik, akkor nem akarunk oda tartozni, miközben elég világos, végig gondolva a folyamatokat, egy nagyobb egységen belüli védettség az védettség, ha valaki ebből kimarad, az óriási kockázatokat vállal. Tehát itt lehet látni, hogy a közgazdasági elemzés az kihozhat valamit, de az élet milyen irányba megy, azt nem tudjuk. Ha Brexitet vesszük, akkor az ember úgy arra is gondolhat, hogy itt bizony az emóciónak, az ismerethiánynak, a gyerekes reménykedésnek, hogy ezt is meg akarom tartani, azt is meg akarom tartani, ugye az angol mondja, hogy a tortát meg akarom enni is, meg akarom tartani is. Na hát ugye ez nem megy. Ebből adódóan mi közgazdászok nagyon nehezen tudunk előrejelezni, mert az összes modellünk az a racionális döntésekre épül. Hát, ugye mennyire racionális az ember? Rá van írva egy cigarettos dobozra, hogy halálos. És menjünk ki a ház el, és nézzük meg, hogy ez az üzenet kihez jutott el. No, tehát itt ez talán nem a legszebb optimista végszó, de minden esetre arra utal, hogy amikor a világ alakulását nézzük, akkor nem szabad a mi modelljeinkből kiindulni, mert azok
mutatnak valami racionális kimenetet, miközben az élet másképpen tud alakulni. Köszönöm szépen a figyelmet.